Azt mondta Master Peti, hogy gyere ki ide mindenképpen, mert ilyet még nem láttál. Ez volt, hát tegnap előtt kaptam meg az e-mailt. Mondom, jó. Elindultunk, szakadt az eső, ideértünk, süt a nap. Ez egy jel, gyerekek. Mert hogy itt vagyunk, hol is vagyunk? Sóskúton? Sóskúton a Sipospaknál. Hoztak ide egy olyan gépet, amit még nem láttatok. Se ti, se én, pedig én azért már sok gépet láttam. Olyat is, amire nem is gondolnátok, mert voltam Prágában az Erotika Múzeumban, ott is vannak ám gépek. Na ez is egy kicsit ilyen erotikus, piros is, meg csuklós is, majd a Peti elmondja, hogy mi ez. Gömbcsuklós, sziasztok! Gömbcsuklós! Ezt mondta, hogy pár gondolatot mondanék a gépről, ami valahol ott van. Hát menjünk. Menjünk oda. Gyere. A gömbcsukló, törzscsukló, de ez egy törzscsuklós gép. Különlegessége az, hogy kicsi. És az a még különleges, hogy egy géppel ki tudsz egy hatalmas raktárépítést váltani. De érted, még azt mondjuk már, hogy ez egy targonca, méghozzá egy elektromos targonca. Ez egy elektromos targonca. De? Nem akármilyen? De nem akármilyen. Épp azért, mert nem kell ez miatt neked egy új csarnokot építened, hanem csak a meglévő polcaidat, amit egy normális targoncával, egy ilyen 3-4 méterre hagytál el egymástól, szűk folyósósra tudod bővíteni, szóval 2 méteres polc távolsága kellene. Szóval ugyanabban a csarnokban több polc elfér, mert ugye kisebb helyen tud köztük menni a targonca. Lényegesen kisebb helyen, és ugye fölfelé is tudsz építkezni, hogyha van belmagasság, vagy nyilvánvalóan. Ezzel a géppel, amit a Sipospaknál használnak, ezzel 6 méter magasságba tudnak pakolni, 7 méter 2-ig lehet ezeket opciózni, ezeket a gépeket, de egyébként a tolóoszlop miatt is figyelni kell, hogy csak ekkora fér be az ajtón, és 6 méter magasra tudnak ezzel a géppel pakolni. Ez egy Manitou, ez látom Manitou, már rá is van írva. Manitou, EMA 217-es, környezettudatosság jegyében. Most belekérdeznek, hogy mit jelent, hogy 2, meg hogy 17. Nyugodtan, emelő magasság. Szűkpolcos rendszer. És a lényeg az, hogy 220 fokban tudod az elejét mozgatni. 220 fokban? Igen, igen. Végállástól végállásig 220 fok. Ez hátra néz? Igen, egy kicsit. Ne szopass. Hát próbáld ki. Ha tud hátra nézni. Egyébként teljesen elektromos, és itt van hátul egyébként az akkumulátor. És mennyi bír? Ebben 2 villanymotor van egyébként. Osztam ekkora cellák. Egy 10, hát ez egy tonna, ami itt van hátul akkumulátorban. De mondjuk ez nem 600, baj, ha az elejével emelsz. 620 volt. Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy ennél viszont előny, hogy hátul van egy tonnád, mert le van súlyozva, és az elején 1,6 tonnát föl tudsz emelni. Úgyhogy itt ez 1600 kiló. Igen. És mennyi 620 volt. Mennyi tud dolgozni egy feltöltéssel? Vagy mekkora a kapacitása az aksinak? 620 voltos, 48 amperes, és egy teljes munka időszakot kibírva, szóval 8-10 órás munkanapot végig tudsz vele dolgozni. Itt nem kell az aksit külön kibevenni, mert ugye egyébként cserélhető lenne, hogyha... Meg gondolom, ezt a hátfalat, igen, ezt lehet szerelni. Ha 3 műszakban dolgoznának, akkor ezt az egészet ki tudod venni, fölrakni a töltőre és vissza, de mivel ez egy műszakban dolgozik a gép, ezért este ráállnak, reggelre föltöltődik, és egy műszak. Ez olyan, mint az Ikarus, hogy kihúzott tálcán, az betolod az ujját, igaz? És magában a gépben 2 darab elektromotor van, az egyik ugye a hajtásláncot vezérli, az egy 10 kW-os motor, és maga az emelés, meg a tolóoszlopos részt, az pedig egy 9 kW-os motor üzemeltet. Kis lámpák, mindenütt. 220 fok. Úgy nincs más hátra, mint előre. Na mutasd meg, hogy megy ez keresztbe. Figyelj, én azért már láttam gépet, ilyet még nem. És hip-hop egy kis akadálypályát fölépítettünk, úgyhogy amit itt látsz, ebből a felső 3 raklapot le kéne venni, amelyik szimpatikus. Így helyből? Így helyből, megmutatta, fél Manitou-t kezeltél, átjövök a túloldaladra. Azért van itt ez az. Igen. Azért ne tekertes sokáig az önindított, jó? Ennyi. Bence, vigyáztam. Ez a felbögtek a motorok. Ez egy mérőszalag. Ez egy szolstok. Hát, hogy le tud mérni, hogy a 2 méter, az 2 méter tudod. Azt a k***a! Hülye vagy! Vakasszony visszanéz, simán. Hogy tolatok? Itt van az irányváltó. Most szólj, hogyha indulsz, akkor félre ugye. Igen. Előre tolod, akkor nyilvánvalóan előre fog, a kis gázt adsz neki finoman. Menetpedál. Menetpedál.
menetelő pedál, bocsánat. Ez meg a brenze. Az meg a brenze. Ránéz is még, hátul. Finoman jelzi, hogy jössz hátra. Nem tudsz hova kikönnyökölni. Baszki. És ugye a lényege az ennek a gépnek, hogy kapásból le tudsz pakolni a teherautóról, és nem kell az, hogy lepakolsz, és átpakolsz. És egy másik géppel viszed be. És egy másik géppel viszed be. Mivel, hogyha szűk folyosod lenne, akkor egy külön tolóoszlopos kis targoncát vagy békával kéne felpakolnod, hanem ezzel egy menetben meg tudsz oldani. Ezzel a hárommal meggondolom magát a gémet vagy a toló. A legszélsővel emeled a villát, és tolod vissza. De gyors, ez azzal billentesz előre és hátra. Ezzel meg az egész osztatott. Azzal pedig oldalra tudod mozgatni a villát. Oldalra tudod mozgatni, jobbra és balra. A fogadból a tömést, érted? A fogadból a tömést kiszedem vele. És innentől kezdve nincs más hátra, mint előre. És vagy ezt a felső háromra kapod, leveszed, vagy szemből ráz. És most hogy tudok erre menni? Csinálsz, hát egy jó szalag. Hát ugye ezt megkeröd, és úgy ráfordulsz. Így oldalazva nem tud de menni? De oldalazva is tudsz, csak nem tudsz alányulni teljesen a rakatra. Azért ez azért durva, nem? Figyelj! De ugye a polcsoroknál ott többig oda tudsz menni a polchoz, nincsenek ilyen akadályok itt előtted. Hülye vagy! Hát ezzel ilyen lenne már parkolni Pesten, nem? Na, karácsonykám, erre várja a gombot! De ezzel, ezt az alsó kettőt viszont egyszerűen fel tudod venni. De várj, ahhoz el kell, vissza kell jönnem, igen, nem? Igen. Nem borítok semmit ott hát? Nem. Várj, megyek egy kicsit előre. Én finoman leengedtem volna, és én már rákanyarodtam volna. Engedd le, úgy. Vedd már ki, mint a köszi. Szegény Bence megsüketül. Még egy kicsit lentem. Ráklapos Pityú. Állj! És szépen szedett vissza az elejét. Nagyon jó csinálod. Nyilván kell hozzá egy pár óra, amire ezt rutinszerűen megtanulod és gyorsan. Én úgy gondolom, hogy... Hossz tetejéről lekapolod. Én már megvagyok. Még egy picit mehetsz előrébb, gyere nyugodtan. Nehogy kárt tegyek itt a drága raklapba. Ez euróklap, úgyhogy ez... Micsoda? Aha. Bence retteg. Az országban egyébként három cég forgalmaz összesen ilyen gépet, ezek közül mi vagyunk az egyik, és azért is választottak minket, mert ugye a szervizzel, meg minden mi látjuk el ezeket a gépeket. Őt például innen ülőről. Na rajzold meg! Tehát nincs kihívás, Bence. Raklappal együtt felemelem. Rád rakjam? De az a felemelem, mert nagyon egyszerű. 9 km per óra végsebessége. Azért szóval kicsi tempót, szedjél nagyon, össze. Nagyon vigyázz vele. Figyelj, raktárban nincs kapkodás, Bence. Hát ugye vagy, tehát fele ennyi helyen el tudsz vele menni. Hát ez botrány. Nem mertük szűkébre rakni. Figyelj, ebből nincsen tempósabb, mert ezzel eljárkálnék otthon. Mennyi az ára ennek, Peti? Ez olyan, mint ha megkérdezed, hogy mennyi az ára egy Opelnek. Nagyon sok mindentől függ, mekkora tolóoszlopot választasz hozzá, mekkora, és figyelj, egyből a legtetejére teszi, egyből vagányat, egyből a legtetejére rakja fel. Nem tudom, figyeled, érted? Rutinszerű vagyok meg. Gyere, Bence, addig mutatok neked valamit, hogyha egy pillanatra rükvercbe rakja Pista a gépet, ugye van rajta két lámpa itt fölül. Pista rükverc? Rajta egy pillanatra rükvercbe, már ne haragudj, hogy belezavarok a munkádba. Az egyik az ugye a tolató lámpa és mögéd világít, a másik pedig a kék fény. Targoncákon elő és hátul van ilyen kék fény, hogyha... Köszi, jön. Elég! Köszönjük szépen! Várját, neked mindenek ki kell van előreznem! És elő is van ilyen kék lámpa. Nagyon gyakoriak azok a balesetek, ugye, amikor szegény Günther megy a sorok között, és jön oldalról a targonca. De ha Günther így megy, akkor látja, hogy egy kék fény itt szalad előtte, és itt a macska utána szalad, mert az már jelzi azt, hogy jön a targonca. De azért van rajta egy kék és fehér fény a targoncán. Hát hátul. Ezt nem hiszem el. Valami itt nem jó, Peti. Mi? Segítsek? Nem. Ez az én harcom. Már az irodában is becsukták. Az ablakot, nem bírják a sípolásodat. Na, Bence! Futás!
Ennyi. Pompás Pisti teljesítette a feladatot, úgyhogy egyből megy minden. Igen, nem az én munkatempomból épült fel ez a cég, az látszik. Na figyelj, itt van üzemóramérő. Van túlterhelésre szól. Figyelj, amúgy egyszerű a szerkezet önmagában. Duda is van. Hatalmas tükör. Ja, tényleg. Melegen van. Sink tükör. Figyelj. Nagyon. Azért. Ezt próbáld meg leengedett villával megcsinálni ugyanezt a pályát. Aha. Ez jó ötlet. Hát úgy, mert akkor így tudod szemléltetni, mintha ténylegesen a polcsorok között, polcsorok közt manőverezne vele. De hát ennyi, hibátlanul teljesíti ezt is. Van érzékem hozzá. Az egész sifospak büszke rád szerintem, szóval így az axiáról nem is beszélve. Hogyha Manitutok keresnének, hogy ki ez a jó képességű tárgoncás, reklámát. Elküldetjük a számot? Akkor el. Gondolhatnak rám. És ilyen büszkén ülsz rajtam. Hát ezek, figyelj. Na de. Kézifék? Ugye, a törpök élete nem csak játék és mese, nézzük meg a helyet, ahol ez a gép dolgozik. Ott bent, meg szerintem csomagoljuk be a Bencét folpakba, azt majd gurítom hazáig. Hát, ha már itt vagyunk, akkor valamit csináljunk is. Felkötözlek a kocsi tetejére, mint a karácsonyfát. Meg azért is gondoltunk erre a helyszínre, mert itt vannak olyan műszaki tartalmak, amik talán érdekesek lehetnek más számára is. Ne csak mindig autót meg gépet nézzük fel. Így van. Nézzük meg, hogy hogyan lesz a zacskós leves. Figyelj, Gábor Vatanen. Ezt figyeld. Ős, épp hogy beszaladt. Azért az... Épp hogy befért. Na, így csinálja egy profi, Bence, figyelj. Azért ezt veledig bent nem mentük eljátszani megvagyom őszintén, ezért csak kint raklapokkal. Kettőt húz egyszerre, láttad? Milyen vagy? És ugye itt 6 méter magasan. Na, életben! Elsőre, láttad? Nem merted neki a tetejének. Hát itt a kis kék lámpa, amit mutatta a Bencének, hogy kivetíti a sor végén, hogy jön a targoncot. És ez már az övé. Ezt már viszi. Bászé. Nézzek, figyeld a kezét. Kettőt egyszerre. Ezt mondtam neked, hogy egyszerre a döntés és az emelés, ugye ezt külön kell kezelni. Szak, Márcsén, vigyázzál, jön a targonca, ide van, itt a kék fény, látod most a lábújra. Nem látom. Gábor, tetejéről is le tudsz vele venni? Tetejéről? Tétre bizonyon. Köszi egy. Próbáld meg. De annyira jól látni, amikor valaki érti a dolgát, nem? Hogy olyan magától értetődő, olyan futós, igen. Légiesen kezeli, nézd ezt. Azt a helyére. Azt nem érted volna venni így elsőre? Nem, a másodikra se. Azért itt a szemorvoshoz kell járni, mert itt... Meg leveszik. Magára dönt. Anyám! Nagyon szarul néz ki, állok! Lent is van, legyen ez bármi. Öregem, én meghajolok. Figyelj, ez hiba. Na, látod? Így kéne. Na nézzük meg, hogy mi az honnan jön az a sok tudsz, amit... Mi az, amit leszettek. Igen. És ezt más nem tudja jobban nekünk elmondani, mint Feri, akinek én szerintem át is adnálok. Adjátok a mikrofonodat, a mikrofonodat, hogy elmés vágástechnikai rükkel majd itt. Miért kell, nem kell mindig elmondani, tehát hogy ezt anélkül is tudunk vágni, hogy elmondanád. Zajlesz Bence, mert hogy itt gépek dolgoznak, ez itt mellettem Nizsalocki Ferenc, jó mondtam? Jó mondtam, igaz? Feriről azt kell tudni, hogy az ügyvezető helyettes, illetve hát félig meddig azért ez egy családi cég, te is kvázi családtag vagy, de a legfőbb beosztása
Probléma megoldó. Jó, mondom? Műszaki problémák megoldása. A műszaki problémák megoldásával Ferihez kell fordulni. Nekem egy kicsit azért emlékeztet a nyomdára, meg azokra a helyekre, ahol dolgoztam. Ugye ezek maguk a csomagoló gépek. Mert ti nem csomagoltok, ti csomagoló anyagot gyártotok. Gyere, nézzük körbe, mutass egy pár érdekes dolgot. Ez például egy perforált fóliát állít elő, ez a kenyeres fóliának a betét, a kenyeres tasaknak a betét fóliája. A micsodának? A kenyeres tasaknak, amit bizonyos üzletekben lehet látni, a papír. Az egyik fele papír, a másik fele fólia. És van benne egy betét. És azokkal csinálja rajta a perforálást? Ezek a lukak, amik ott vannak, az a csík, annak látjuk most, de azok a lukak, igen. Hát a jó fóliát kilukasztjuk, hogy tudjon szellőzni a friss pékáru benne, ne füllegyen bele a... És mennyi idő alatt fut le egy tekercs? Hát az olyan 2-3 óra, mert nem tud gyorsan menni, tehát nem lehet nagyon... Nem nagyon megnyúlna, vagy? Nem jó a luknak a szakadása, tehát figyelni kell, hogy ne szakadjon könnyen, meg akkor beteszi a terméket, azt fel tudja hasítani, és azért... És akkor jön, felteszek egy újabb tekercset? Igen, hát a hátuljára föl, egy-két leveszik, hátuljára fölteszik az anyatekercset, és akkor átjön. Kilukasztva, felvágva. És itt is vágjátok föl? Hát ez úgy néz ki, hogy ha már ennyire belemegyünk, így mélyebben, ott van egy tekercs. Na gyere, Bence, itt kezdődik. Nézd itt a tekercs. Innen, hát innen indul. Egy széles tekercs, ugye átmegy a perforálógépen, ebben van egy ilyen meleg tűs perforálóegység, itt már perforált a fólia, itt már lehet látni ilyen csíkokat talán benne. És gondolom ez azért van így csinálva, legalábbis nálunk a nyomdában azért volt, hogy ugye szemmel is így tud ellenőrizni, be tudsz ide jönni, rá tudsz nézni. Nem mintha én látnék rajta bárkit, de mondjuk van olyan avatott szem, aki azt mondja, hogy valami itt nem jó, mert a csík az nem úgy fut, ahogy kell. Utána ott van egy pengesor, az be van állítva a szélességnek. Pengesor! Gyere, Bence, nézzük meg a pengesor. Aha, itt nézd, itt vágja. Miből vannak a pengék? Az ilyen ipari kés, olyasmi, mint a zsilettpenge, olyan szerkezet. Cserélhetőek. Adott nyomással nyomja rá a gép? Hasítja csak. Bele van téve a fóliába, hasítja. Na, amikor veszel, veszel ilyet, akkor ez lehet, hogy ez nem is magyar piacra, mert ti jártatok mindenhova. Ez magyar? Magyar. Tájcsé, most már ki fogom próbálni. Igen, ez levespor, ilyen leves. És ez az a gép, ami... Ez, gyere, Bence, ez a ritka. Ez egy fólia hasító gép, azzal van meg, kicsit megbolondítva, hogy van benne egy lézer egység, ami mikroperforálni tud, illetve ilyen easy open nyitásokat, ilyen könnyű nyithatóságot ad a fóliának. Úgy képzeld el, hogy 100 mikron nagyságú lyukat is tudsz perforálni vele. Ja, ott van a monitoron éppen. Nézd? A mikroszkóppal tudjuk csak ellenőrizni a luk méretet. Ott van egy ilyen mintafólia. És akkor lehúz a regérrel és megméri neked, hogy az most tényleg 100 mikron nevetem. Azért az milyen? Alá teszed a kezed, 2 perc alatt tetkó. Nem kell órákat ülni a szalomba. És ez hol van ez a lézer benne? Itt van ebben. Azért baszki, ez kemény. Ez a lézeregység. Előtte megnézzük, hogy hogy megy a fólia az anya a gépben, csak utána majd bekapcsoljuk a lézeret. Itt a nevet, kiszúrtam, nézd. Itt valamit csináltak. Nem jött össze a meglepetés. Leleplesztük? Nem, el is indítják a gépet. Mi fog történni? Ott kell majd figyelni azt a részt. Tényleg be leszel csomagolva. Figyeld már! Erre megy át, nézd! Itt jössz. Itt fordulsz. Menjünk sehova, mert... Nem menjünk sehova. Mindjárt jön a többi is. Milyen többi? De mit gyártotok most? Nem a... Bence, ezt csak nektek csináltok. Te fizeted. Ezt hol nyomjátok rá? Ezt a másik telephelyünkön, ez digitális nyomtatásra készül. Azt a... Most itt jön a... Mi? Ez hogy került rá? Hát az első, a fekete rész, az csak egy ilyen befutó. Várjál, nézed, ez olyan, mint a főcím. Befutó és innentől meg már színes. Ide ideálja, nézd. Igen, lehet akár.
ide állja a szembe, olyan, mint a film végén, hát tudod, megy a... Ott, te? Figyelj, ez egy kicsit költséges módja az end creditnek, de nagyon menő. És pont ott állt meg, hogy... Ha jó. Hát köszönjük. Van-e ilyened? Ha? Na ugye? Zseni. És ezt ti nyomjátok meg? Igen, ezt digitálisan megnyomtatjuk, és akkor itt ebben az üzemben készül a további feldolgozása. Hát most ennek nem, ez ugye nem lesz tasak. De hát a de tasak tudnánk tasakot csinálni? Hát ha nagyon muszáj, igen. Vajon mit tennénk bele, Bence? Vörösbor. Várj, ezt megpróbálom megfejteni. Mi lesz ebből a végén? Itt már ilyen fura dolgokat hajt rajta kettőt. Ez olyan, mint hogyha ez a szívószálas, vagy valami, ami ezekben lesz valami bent, nem? Nem? Vagy ez egy ilyen sima levegős tasak? Egy sima tasak lesz, ott már lehet hallát, hogy ő a félbe a hal, vagy össze van hajtva. Egy ilyen oldalredős tasaknak hívjuk. Vissza ezeket a görgőket! Milyen tasaknak hívjuk? Oldalredős tasaknak hívjuk, amikor megtöltik, akkor fel kitágul egy kicsit a tasak, ugye van egy kicsit olyan téglalap alakul lesz a talpa. És ez például kinek gyártjátok most? Ez, ha minden igaz, ez Franciaországban megy most. Még a franciák is a mizacskokból esznek. A Le Baguette. Le Baguette. Kis baguette bele tud férni, a Le Baguette. Hát így nyílik ki. Szagoltál ma új tasakot? Semmi szaga nincsen. Az a jó. Zseni. El vagyok varázsolva. Nem? Amikor van a Hogyan készül című műsor, na ez az. Na ez az. A váltást meg akartod nézni még? Hogy váltja ki az anyagot? Aha. Na akkor utána tudunk levágni belőle. Jó. Jó, akkor elindítjuk, és akkor automatában ki fog váltani, jó? Az úgy jó. Hány, mennyit nyomtattatok ebből, Szűz Máriám? Azt mondom, hogy 300-400 méter van. Nem sok, de nekünk az nem sok. Figyelj, az a körbe tekerjük, ott van a szerkesztősége. Azt. Most tudod látni. Ezek elképesztő bőnek. Hopp, ott vágj el! Mert neked még le se kell venned kézzel, érted? Mert jön egy gép, azt odatolja. De közben már forog a gép. Tehát amíg leváltod, a gép megy tovább. Tessék, Pityu, elkészítette neked. Beszállás. Mostantól lehet kapni a shopba. Speedzone-os csomagoló. Oj, te fogd meg. Fogd meg így. Hát így megfogom. Csak simogasd meg. Mint egy hegedű. Ugye? Hát köszönjük. Gyere, Ferikén, menjünk. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük, mester úr! Köszönjük a bemutatón! Na hát, ugye, amikor a kezedbe fogod a csomagolást, akkor mindig gondolkozz el azon, és ez egy egyszerű, meg ezen nem nincs az a zip, meg a mit én tudom, mert nem zombornyomot, meg akár, mert olyat is tudnak, hogy akkor gondolkozz el azon, hogy egy mekkora folyamaton, vagy milyen hosszú folyamaton megy keresztül ez a műanyag fólia, amíg
lényegében csomagolóanyag nem lesz belőle. Egészen elképesztő. De ide kéne szervezni exkurziókat gyerekeknek, hogy így néznék a gépeket, baszki, beszarás. Na, és most tovább lépünk, mert Schmasser Peti nem nyugszik. Ez alatt az idő alatt még nekünk itt becsomagolták a becsomagolnivalót. Tulajdonképpen becsomagolták a csomagolóanyagot. Az alatt az idő alatt Peti intézett nekünk 2 darab sok tonnás gépet, ahova most át kell mennünk. Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A műsort és a megfázás elleni harcot támogatja a Medisztusz antivírus lágypasztilla. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. A műsor támogatója a Perizsia Consulting Kft. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajsok.hu. Van az i10, az i20, i30, Santa Fe, stb. Meg van a HL980. Ez igazából talán a legnagyobb Hyundai, nem? Amit lehet itthon kapni. Úgyhogy ha keresnéd, mert szereted a koreai márkát, fullos, zene benne Jacksonos, jár hozzá a Holland, hogyha kérsz, felárás, de van. Ezért jöttünk ki ide. A sütői mészkőbányába, mert én azt is megtudtam, hogy hogyan vágják olyanra a mészkövet. Marha érdekes. Olasz technology, koreai gép. És már nem robbantanak. Már nem robbantanak, képzeld el, mert ugye ők már gyémántos dróttal vágják. Na, hogy azt is megnézzük. Na, szóval Petikém, az, hogy 980, az azt jelenti, a 9-es az mindig a legnagyobb szokott lenni. Nem? Igen, ez egy 380 lóerős gép, ebbe egy 6 hengeres Scania motor található. Scania motor van Hyundaiban? Igen, 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 igen. Hát ugye nagyon sok gépgyártó nem fejlesz saját motorokat, hanem vannak, akik erre szakosodtak. Mercedes, akár a Caterpillar, a Scania, akik nagy motorokat fejlesztenek. Vagy a Cummins, Perkins, most mondhatok még jó pár ilyet. És nagy gépgyártók, de igaz az a mezőgazdasági gépekre is, ezekbe fejlesztenek motorokat. Ez is egy 12,7 literes motor van benne, egy 6 hengeres Scania motor. 380 lóerő, de majd látjátok is, ahhoz, hogy ilyen 10-15 tonnás köveket mozgasson és emelgessen, ahhoz kell is a lóerő. Hát azt mondta itt a bánya igazgató, hát 20-at azért viszi. 20 tonnás sziklákat. 20 tonna. Ez nagyon nehéz, Bence. Ez nagyon nehéz. Tóninak ilyen kellett volna húzogatni ott a T-34-est. Nem, ezt úgy hívjuk, hogy középcsuklós, én azért derék tudom, csuklós. Mert derékcsuklós, dolgoztam már ilyen, nem ekkorával. Ez a kis pirossal. Nem, az előbb. Nem mondom ki a márka, nem, egy kínai volt, de az is. És hát van rajta lánc. Na most, ez tipikusan az, amit az anyádba kívánsz, amikor, Jézusom, amikor elszakad, ezt egyszer kell rá felrakni. Soha többet, de ugye ez indokolt, mert nagyon laza talajon megy. Hát már csak ezt kitekérni, amikor így kellemesen. Össze van már rohadva. Össze van már rohadva, meg beanyagozva. Szóval ez itt indokolt, mert kicsit azt megtudtuk azért, hogyha egy kicsit megázik a föld, akkor nem bír föl kapaszkodni. De így nagyon szimpatikus, ahogy így csörömpöl. Álljál már mellé. A kis... Ugye? Hát csak, hogy így a... Na, mi van? Szoszi testvérem. Kéne téli gumi. Hyundai-ra. Négy mi lesz? I30, I20, hát HL980. Húha, várjál. Tudod, nézik a katalógust. Szeretik, több kamera van egyébként magán a gépen, nagyon sokat foglalkoztak a Hyundai-nak az elmúlt években. A hátulján is van egy tolató kamera az oldalán, és nagyon sokat odafigyelnek a biztonságra, meg a kezelői ergonómiára, hogy ha beszállsz a gépbe, és csapatsz vele egy kört, akkor látni fogod, hogy már itt is teljes érintőkijelző, már az okostelefont ki tudod rá tükrözni, a Wi-Fi-n keresztül tudod használni. A bányába?
Hát persze. Nyomatod a YouTube-ot? Sziszikecs vagy valami nótát meg akarsz hallani. Sziszikecs nótát? akkor azt meg tudod. Tényleg vereted a YouTube-ot ott igen. Van? Igen. Ott van a Jani amúgy a kezelő már, de a János lesz a mi emberünk, már mindjárt most egy bent üdögél, de már ő. Már ő majd beállhat a titkokba. Egy ilyenben csak látjátok a hidraulikát, meg minden. Hidraulika csövekben, meg tartályban kb. 370-380 liter hidraulika olaj. Igen, és én azt tudom, javíts ki a tévedek, hogy igazából ezeket közúton már nem is viszik, az ekkora gépeket, hanem ide hozzák, azt darabokba rakják össze, vagy nagyon macerás. Nem, hát ezek közúton szállítják ezeket a igen, gépeket. Igen, de a szerviz az már ide jön. Persze. Hát ugye vannak mobil szervizautóink, szervizes kocsival megérkezik. Hozod a 370 liter hidraulika olajat? Akár, hogyha úgy van, akkor azt is, hogyha nagyon le kell cserélni. Az olajcsere egy ilyenet, az ott két-három napra ki kell költözni sütőre, mert... De hát ez nem egy napi szintű történet, de ezeknél is nagyon fontos a napi karbantartás, hogy itt látható a központi zsírzó, legalább folyamatosan tudja figyelni a delikvens. Ennek a gépnek is ugyanaz a lelke, mint a mezőgazdaságban, hogyha jól karban van tartva, zsírzás, légszűrő, olajszűrő, ezeket mind folyamatosan figyeled, akkor ez örök élet meg egy nap. Nagyon meg tudják hosszabbítani a gépnek az életét. Ez itt azért a kőbánya az egy nehéz üzem ezeknek is. Természetes. Hát itt nem egy-két tonnát kell velük mozgatni, hanem tényleg ilyen 10-15 tonnás, majd látjuk, hogy milyen köveket kell vele megmozgatni. Ide azért kell lóerő, kell a hidraulika teljesítmény, illetve igen. Kell robusztus felépítmény, amit itt láthatunk, hogy mindezt mozgatni tudja. És hát az egész nap egy ilyenbe jön, hiszen az egyik legfontosabb dolog a kényelem, hogy ennek is a kabinját az előző szériákhoz képest 15%-kal megnövelték. Amit annál jobb lett a tér? Nagyobb lett a tér, igen, belül is kényelmesebb a kezelő felületek. Te Jani, tényleg jó benne ücsörögni? Nagyon jó, kisre szállok. Ha jó vagyunk, nincs sok választásod. De azért látom, klíma van, hifi van. Igen, igen. Gondolj bele, hogy ezeknek a tengelyeknek, a csapágyaknak, a minden, szóval ezt bírni kell. Hát ebben is azért van egy 30 liter olaj, hogyha azért ez ugye hidrosztatikus hajtása van igen. Már ezeknek, és hát önmagában a gépnek is van egy súlya. De azon fölött cipeli a... Milyen nehéz a gép, Jani? 32 tonnás. Ez cipeli a 32-t, mert még felvesz egy 20-ast. Az már az úgy 52, az már nyom. Az a közútra kimész. Nem néz ki. Nem. Ez... Elnyomod az utat. Ezzel azért, hogyha kimész a közútra, megnézed, azért ez... Hadnyomot. Ez elrendezi hadnyomot az aszfaltba. Felhevült aszfaltba, hogy meglátszik, hogy merre mentél, merre haladtál. Jani, ez itt micsoda? Ott kell beletölteni üzemanyagot, az ott van üzemanyagtartály. Ha ott a tank? Igen, így van. Mennyit tankolsz reggel? Ja, hetente szoktunk tankolni, ez ilyen 370-380 literben. Az nem sok, ja. hogyha hát azt nézzük. Hát jó a fogyasztása, nagyon igen. Bent a komputer, majd megmutatom, az kiírja, hogy mennyit is fogyaszt egy nap, meg ilyesmi. És azt tudod, hogy egy üzemóránként mennyit vagy? Persze, kiír mindent bent, így van. Hát 90-100 liter megy egy nap, egy egész nap. Ja, most azt nézed, hogy mennyit dolgozik, meg mit emel. Igen. Mi az, ami, most Peti, ne figyelj ide, mi az, ami tetszik, meg mi az, ami nem tetszik neked benne az előzőkhez képest? Hát nagyon meg vagyok elégedve, mert nagyon jó dolgozni vele, kényelmes. Hát, ami nem tetszik, nem is tudom. A filmben nem tudok nézni, annyit kell dolgozni. De nem, viccet félretéve, nagyon jó kis gép. Hirtelen, nem volt benne rózkodás? Ó, Hyundai, koreai, izé. Féltem attól, hogy kicsit tartottam, igen, hogy koreai, de kellemesen csalódtam benne. Tehát a Hyundai ezer éve gyárt ilyeneket. Jó kis gép, meg ez a Scania motor, ez nagyon jó benne. Ez jó, de kell az erő? Kell, hogyne, kell. Mert látom, hogy a lánc az fönt van, hogyha itt fel igen, van ázva, akkor azért kínlódik vele, hogyha nincs hát, rajta a lánc. Attól függ, mekkora kő. Ja igen, hogyha sáros, így van. Ha kell a lánc, mert a gumi se kopik annyira, ugye. Meg az nagyon jó, hogy te a lánc, meg ott nagyobbat fog. Mi volt a legnehezebb, amit emeltél vele? Gondolom írja, meg számolja. Hát ilyen 18-20 tonna körül. Ja, 20 tonna. Ja. Akkor már érzem azért, hogy megemeli a seggét, igen. Fölemeli a seggét, igen, már ellensúly is kicsi, így van. Mekkora ellensúly van benne itt a hátuljában? Kilóra? Azt így nem tudom. Ekkora? Nem tudom. De jó, nagyja.
Mióta dolgozol ilyen gépekkel? Hát három éve, három és fél éve, igen. Ő már két éves, ugye? Mekkora kémény van rajta? Mennyi, nézzük fel! Gyere, Jani, menj előre! Jó. Mutasd meg, hogy mi merre, hány méter. Na, megérkeztünk. Figyelj! És? Levedni a cipők. Azaz. Azért már mégsem saját mocskunkba tapicskoljuk. Így, így. Na, tudod, van kis tálcaja a Janinek. Így van, itt és a cipőnek, hogy sár. Most már egy takarítás most már ráfér, mert kicsit poros, de hát most... Na, állítható kormányoszlop. Így van, ugye? Állítható kormányoszlop. Na és föl ott van, le is. Ott van az, ami még 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, a színes, érintős kijelző. Így van. Már. Miket lehet azokon csinálni, Jani? Igazából mindent. Ablaktörlőtől kezdve a zsírzás. Ezen is lehet cserélni, ugye adapter. Magától zsíroz, vagy neked kell? A zsírzó az be van állítva, ott van lent automat a zsírzó, hogy óránként 4 percet zsíroz. Az óránként 4 percet kell? Igen, igen. Hát úgy ajánlották, igen. Aztán akkor azért fogy belőle a zsír? Hát, mikor az 2 hete volt töltve, de még mindig nagyon 3/4-ig van, úgyhogy... És azért van ott, mert így rálátsz? Így van, így van. De az nagyon jó kis találmány automat a zsírzó, az tökéletes. Nem kell alámászni a gépnek, meg hát ilyesmi. Ilyen. Szuper kis találmány. És mi mindent tudsz ott lekérdezni? Üzemórától kezdve mindent, nem? Pillanat, elindítsuk, vagy ne? Há, mire fencs be? Nem esik le, Bence. Milyen finoman jár. Igazából a szervizet azt itt tudjuk megnézni, hogyha kell. Itt van a karbantartás. És hogyha itt valamit kér, hogy olajcsere vagy ilyesmi, akkor az pirosan kivillan, és akkor hívni kell a szervizet, ugye, hogy olajcsere. Igazából akkor neked nincs dolgod azon kívül, hogy tisztaság legyen, meg használod. Így van, így van. Menni kell egész nap így dolgozni, így van. Nagyon jó kis gép, igen. Ha bármi olyan van, akkor itt van ilyen aktív hiba, meg ilyesmi felhasználói fiók, tehát többen is ez tudjuk úgy. Ez ott ilyen boldog emberek integetnek. Igen, igen, igen. Bence, add ide a kamerát, te másszál le, én meg Janival elmegyek valamit emelni. Mi az, amire figyelni kell leginkább, amikor emelsz? Hogy teszed el a villára, igen, figyelni kell a villára, így van. Hát az igazából ilyen megszokás, vagy rutin, ugye, hogy alámenni, mert meg tud akadni a villa is, és akkor ugye vagy elkapor a gép, vagy eltörik a... Ami nagyon jó még a gépen, hogy ezzel is tudom a előre és a hátra menetelt. Igen, és nem igen. Kell itt ugye a karral szórakozni. Ez ilyen finom. És így már megyünk is előre. Most úgy mutatja, hogy egyesben vagyunk. Alatta van a AdBlue szint, az most 100%-on van. Nem, hogy már AdBlue-s? Igen. Ezt te kapta. Itt az elég főnök vagy itt fent, nem? Nagyon jó, kényelmes, igen. Meg jó vele dolgozni, szuper kis gép. Remélem nem nyílik ki az ajtó alatt. Nem, be van csukva rendesen. Szóval a rádió is van, ugye minden. Ott a klíma, tökéletes. Igen. Na most, hogy így egymás között vagyunk. Ez ugyanolyan motorindító gomb van, mint bármelyik Hyundai-ban, bocsánat. Ott. Uh-huh. Ott. Kis hamutartó. Közben fölveszünk itt egy követ. És ezt ilyenkor méri, hogy mekkora nehéz a kő? Van rajta mérleg, de azt nem szoktuk használni. Mert ugye hát ide a bányába, így most nem kell. Azt hittem, hogy ez egy ilyen finomabb művelet, de tulajdonképpen azt történt, hogy telibe b***tad a villa alá, azt felemelted. Már fönt is van, ennyi. Nem kopik nagyon ilyenkor a szerszám? Nem, ez nagyon jó kis villa, az tökéletes, jó, erős. Hál' Isten. Mekkorát emeltünk fel? Mutasd csak meg. Egy pillanat, azt át kell állítani. Én azért ezt nézegetném egész nap. És akkor itt van, ugye lehet állítani, hogy mit mutasson kint a két jelző. Hidraulika hőmérséklet, akkumulátor feszültség mérleg. Igen, bocsánat, váltó olaj hőmérés. És akkor van a mérleg. Ugye rámegyünk a mérlegre, és akkor leokézzük, és akkor majd itt írja. Na, ez a tömböcske. Egy pillanat, le kell nullázni, le kell kalibrálni, ugye. Közben itt, hogyha tolatunk, van egy kameránk is. Mutatja a tolató kamera képét. Mutatja, hogy ki van mögöttünk, így van. Hát mondjuk az éjjeltapos nyel lehet bármit ezzel, nem? Hát igen, pillanatok alatt. Mindig is nehéz gépkezelő szerettél volna lenni, Jani? Hát én itt voltam a bányában már 8-9 évet, bent a bányában. És hát igazából a főnököm szólt, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ráülnék a gépre, de
megmondom őszintén, hogy nem bántam meg, tehát nagyon jó kis. Vannak ez, ennél szerebb melók is. Hát igen. Itt ülni a klimatizált gépbe. Nagyon jó kis gép, jó lehet dolgozni. Mennyire kell? Aha, most oda alá mentünk. Igen, azzal így kicsit játszani kell, mert nem mindig, meg ugye kicsit ilyen idomtalan a kő is. Azt a kóra. Most bejátsszuk, ugye, hogy nem villa végén legyen. Hát ez így ülve kényelmesebb, mint neked állva. De azért állod, hogy ez így döng meg, csattog meg. Igen. Hát most pirosra jelez, lehet, hogy nem fog mutatni. 5,9. 5,8. Itt 5. kell valahol fönn megállnunk, és akkor... Igen, 5,700 kilót emeltünk fel. Tulajdonképpen két személyi autót felemeltünk. Két jó nehéz személyi autót. De ez még meg se kódjon neki, úgyhogy... Ja. Azt a mindenit. És igazából mit egész nap te így követ pakolsz ezzel a géppel? Igen, be kell telepítenem a többi géphez, a vágógépekhez, ugye, hogy szállítható legyen, meg vannak ilyen nagy tömbök is. Ezt ugye nem bírja levinni a négy tengelyes. Ezt te viszed le? Nem, ők, hát ők bepengülöm a kisgépekhez, ők fölvágják ugye olyan darabra, hogy szállítható legyen. Ekkora nagy kővel, ami itt van, igen, neked igen. El kell menned valahova innen? Hát igen, ez most jó, ez nagyon nagy, ezt tolni tudom, kanára átcserélek, ugye ebben villával nem. És meddig az... hova kell tolnod? Megmutatom, itt van egy kisgép, azok földarabolják ezt a nagy követ. Aha, aha. Fölvágják szállítható méretre, és akkor leviszik oda a lapüzembe. Vagy le a sütőre, a telephelyre, és akkor ott feldolgozzák. Figyelj, és mi a legveszélyesebb, amikor ezzel a géppel dolgozol, hogy mire kell nagyon figyelni, hogy ne szakadjon le a pártfal, vagy... Oda fölnéztek, vagy fölnézel, ott kint vagyunk a fal szélén, ott egy kicsit necces azért a helyzet, ott nagyon kell figyelni, mert is közben dolgozni is kell ugye a géppel, hogy jobbra-balra menni. Volt már a helyzet, hogy ajajaj? Nem, hál' Isten, annyira nem, hogy megbillent volna, vagy ilyesmi, de... Elég necces, mert épp, hogy a szinteken épp, hogy elférünk a gépekkel, úgyhogy igen. Ezt a mindenek. Az észnél kell lenni, mert ez nagy gép, ez nagyot borul, nem? Hát igen, de nem akarom tapasztalni, hogy miért borul, de hál' Isten jó fekszik, úgyhogy meg hát figyelni kell, ugye. Azt be tudod állítani magadnak, hogy tudom kényelmes. Őt úgy, hogy ezt lenyomjuk, lefele, le, úgy, ez az, de hogyha gondolod, fölfele is lehet húzni. Jaj! Opcsolva. Közben már megyünk hátra, az a kollega, bocs. Hogyha akarod, följebb is tudjuk a ülést is állítani, hogy így kényelmes, jó? Így nagyon. Jó. Gyere, csukjuk be! Na, csukjuk! Hát van, itt egy rossz mozdulat, azt figyelj, Jani, életem végéig fizetni fogom. Na, ez a fék. Igen, ez a az gáz. Meg a gáz. De az ennyi. Most nekünk nem kell, mert... Az most nem kell. Hát majd fog kelleni, ugye? A gáz meg a fék. Azt mondja, hogy most ott a kéziféget kiengedjük, az a P. Itt oldalt, ő lesz az. Az föl kell azt a kis pöcköt úgy húzni, és úgy fölfele az egész. Hogy húzod? Várj, pillanat. Úgy, azaz. Oké, fékre lépjünk rá. Azaz. Agyan. Itt most bekapcsoljuk azt, hogy itt is tudjuk előre és hátra menni, ugye? Ezzel kapcsolatunk ez a kézi, kézirányítást? Igen, és akkor most, ha ezt megnyomod hátra, akkor már megyünk is hátra. Hogyan emelem feljebb a villát? A joystickot húz magad fele, úgy. És hogyha erre befele döntöd, feléd, balra, akkor becsuk. Aha, becsuk, aki, akkor dönt. Kifele. Aha. Ugye, és hogyha előre, akkor meg megyünk lefele, akkor lefele megy a villa. És most, ha ezt errefele megpöckölöm? Akkor már megyünk is hátra. Hálengedem most a már ükvesz van, igen, ott a kamera is. Ó, anyám, ekkora gépet még életemben nem vezettem. Ez nagyon félelmetes, hallod? Én annyira... De te nem fosol, hogy valamit eltaposol? Vagy? Nem, nem. Hű, gyerekek, Pityu, 32 tonnát terel. Mit vegyünk fel? Vagy? Ó, tényleg amit jó az a tükör. Szeretni. Az tényleg jó. Az a tükör, az jó. Igen, igen. Itt nagyon nem zavar, hogy sárba mész, meg ilyesmi. Itt nem, nem. Ilyen kis apróbb kövekkel, meg ilyesmi simán átmegy. Meg ugye ilyenkor jó a lánc is. Azt vegyük fel, amit te felvettél. Próbáljuk jó, meg. Jó, okés. Jó az? Persze. Várj, mert ott a saját kocsimat azért el ne gyaluljam. A féken legyünk, úgy, ez az. Így helyben nem árt neki a forog? Nem árt. És akkor most ezt így előre? Úgy. Középen van ugye üres, ott, és akkor most előre, most megyünk előre. Na gondolod, váltani is lehet, hogyha szeretnél. Nekem ez így nagyon elég, hallott, hülye vagy. Hát azért ez nem játék. Jó.
így nagyjából közepére rá kell állni, és akkor a villát... Most kell egy kis gáz neki. Kis gáz, persze, az kell neki. Majd felvételnél is kell nagyobb gáz, ugye, hogyha felveszik a követ. Na, én nem látom a villa végét, baszkikám. Jó, hát igen, ez a baj, most ilyenkor kell a rutin. Most egy kicsit billentsük ki. Nagyjából úgy van vízszintben, hogy a teteje van a villának, a villa résznek. Most így. Most még egy kicsit döntsük kifele. Így? Még, jó. Mehetünk előre egy picit. Előre? Igen, előre. Most közben lassan engedjük lefele. Na, melyik közben elő? Még engedjek úgy, is, úgy. Jani, te hülye vagy. Azaz, mehetünk. Még egy kicsit lefele, még. Nem kell megérni, hogyha lenn lesz a villa, még lefele. Azaz, egy kicsit jobbra. Azaz. És nyomjuk a gáz, kell neki a gáz. Alapjárata nem veszi be ezt a nagy követ. Ez pont egy idomtalan követ találtunk, de meg lesz az old. Na, gyerünk, nyomd neki a gázt. Nem fog közben elég felvenni? Engedjük le, engedjük le. Úgy, mehetünk előre. Még. Azt most csukjuk be egy kicsit a villát, befele, feléd. Megnézzük, hogy fölök veszi így, fölveszi, ennyi. Baszke. És most mehetünk hátrafele. Várja. Kicsit emeljük föl a villát, fölfele egész gémet, azaz. Jó? Le fog csúszni. És most tolassunk hátrafele. Anyád. Már meg is van. Aszta! Há, hülye vagy! Közben nézik a hát, annyira örülök a sikeremre. Igen, ilyenkor több mindenre kell figyelni, hogy nézik el a követ. Leesik? Ilyenkor rá kell egy kicsit igazítani, úgy szoktam, hogy oda megyünk a nagykőhöz, ami kilóg. Előre, azt ezt megtolod? Igen, óvatosan, finoman megtoljuk, hogy jobban rajta legyen a villán. Ó, a féket, de finoman lehet szabályozni a féket, ha beszarok. Egy ekkora gépnél. Így, ezt csak kicsit nyomjam rá? Nagyon finoman, így van. Azaz, még egy picit. Micsoda, hát engem a jóisten is erre teremtötte. Nagyon jó kezelni amúgy. Most egy kicsit emeljük föl, azaz, megvan. Mehetünk hátra. Most már nem fog leesni. Ugye akkor figyelni kell a tollatásra. 5700 kilót emeltünk föl. Így van. De milyen lehet ez, amikor 15 tonnát emelsz? Az már kicsit ott, persze, ott már kicsit így van. És most akkor mit én tudom, le tudom meg tenni? Meg azt hozzá kell tennem, ugye, hogy azt nem villával, mert a villával óvatosan kell. Tehát azzal ilyen, nem is tudom, egy tizet még elbír. Mert nem bír el többet a villát? Hát féltem a villát, ja, ne törjön el. Inkább van az a, ugye, kanál, föl kell venni a kanalat, és akkor azzal. Mert ez nagyon jó kis villa, ilyen darabolós köveket, vagy ilyen kisebb, nagyobb köveket jó vinni vele. Azt hiszem, hogy le akarom tenni annak a tetejére? Annak vagy a nagynak? Én nem bánom csinálni. Nem fognak neki örülni? Hát csak óvatosan csinálj. Mert hogy az érték, amivel itt játszunk. Ez nem tudom, ez lehet, igen, mert ez vágott már. Uha. De van ilyen szemét is, ahol gondolod, oda megyünk, ami be van x-elve kő, az lehet dobálni. Ezt óvatosan van. Most egy kicsit engedjük le. Azaz, még. Ezt inkább tegyük le, mert ez... Így van, ez mellé tegyük le. Pénzt ér. Igen, az ne dobáljuk. És akkor ott, amelyiket neked tetszik. Itt, igen. De ezek már nem jók semmire. Ez már nem, ezzel lehet játszani, ez dobálhatod. Azt a kurva, mit felemeltem te? Azon. Kire? Mert vele játszhatsz is, ha gondolod, ledobod valahol, hogy árakod egy másikra, de az nehezebb. Ilyenkor, hogyha nagyon így bebillented a villát, nem kell megijedni, mert a kőbe is tud csúszni rá, és akkor ja, csak egyet üt. Dőlen egyet. Ja, ja. Azaz, így kell játszani vele. De jöjjünk hátra, mert ahogy nézem, igen, az ott le fog csúszni arra másik felére. Tud. Jó, oké. Amúgy ez nem egyszerű mutatvány, amit most akarsz csinálni. Lányját, mozduljál már meg! És majd hirtelen meg fog indulni.
De szerintem nem fog rajta van, de próbáljuk meg. Kifele, billentyűt, kifele. Az. Micsoda! Micsoda! Az igen. Ez szép volt. Van felvétel, nem ilyen? Nem vették ki. Ez szép volt. Jó. Ügyes. Na, szép volt. Szerencsénk volt igazából. Ez jó volt. Építettük valamit, látod? Sose fogják érteni. Melyik részek raktál oda fel rá? A Jani volt, az láttam. Mellettem itt az a hülye gyerek. Ez ügyes, szép volt. Amit még elfelejtettem mondani, amikor kérdezted, hogy mi a negatívum a gépbe, ugye, hogy új gép, a ülés szellőztetés nem rakták bele, az nincs. Na, hogy azért 6-7 órákat benne ülsz napi szinten, azért... Na, hogy bepálik a zsák. Igen, maradjunk ennyibe, bepálik igen. a zsák. Így van. Na most figyelj, azt hiányom fel tudnám belőle. Emelni a saját kocsimat, azt feltenni az áltetejére? Igen, csak ne így állj rá, hanem oldalról. De simán persze. A neki, hogy megsérüljön? Hát nem tudom, hogy alul hogy van a kipufogó, meg ugye a fékcsövek. Az milyen ilyen kép lenne? Na, oda hogy került fel? Ja, azaz. De azt nézem, hát ez nagyon kanálba beállni, vagy ilyesmi. Ezt egyszer eljátszuk majd, az még vagy, ha gondolod, meg is tudjuk kötni. Megkötni, szóval így fölemeli simán. Tudod, hogy feltenni valahova oda? Ja, ja. Gyerekek, reklámfotó. Azaz, vagy mit oda, előbb a követ. És itt a kézifék, igaz? Úgy, az a kézifék nagyon jó. Ami még jó, hogyha megáll az egész motor, meg ilyesmi, akkor van ilyen elektromos vezérlés. Tehát az egész gémet az elektronika emeli föl, meg le. Tehát az arra jó, hogyha rakodsz egy autót, és kiborítod a kanalat, és megáll az egész gép, akkor az elektromosságot ott bekapcsolod, és akkor, ugye föl tudod emelni, hogy ki tudja menni alól az autó, vagy ilyesmi. Mert különben a hidraulika, ha meghal, akkor igen. De nagyon jó. Jani. A szobrot megcsináltuk, köszönöm azaz, szépen. Nagyon jó, ügyes. Gergő ezt a gépet kezeli itt, amit még újként mi próbáltunk Baján. Ez az. Megyek Gergővel, megrakunk egy billencset. Figyeld a lánctálpát, ahogy morzsolja a köveket. Csak ne legyél útba. Ide fölbír szállni szerintem. Hát nem a lánctálpra. Azt a... Most... Fogsz látni? Becsukjam? Nem kell, jó ez így nekem. Jó ez így? Csak nekem a leesség. Hát azt nem szeretem. Azt mondta, csak le ne essek. Na, hova álltak a kocsikra? Azt a... Ugye a kisebb kövek ropognak így a lánctáp meg a görgő között. Mekkora kanál van rajta, Gergő? Ez egy, hát egy 8-as. De így fordulsz meg? Aha, sarkon fordulásom szám. Évni. Egy 8-as puposan olyan 2-3-at vesz fel. puposan 2-3, látsz tőlem? Látok. De bocs, hogy ilyen hülyén kapaszkodok. Csak nyugodtan. Nagyon fosok, hogy innen leesek. Meg. És mekkorát tudsz vele emelni? Mennyit tudsz belerakni? Mennyit bír el a billencs? Hát azt nem tudom, hát azért egy 10-15 kanállal fölrakok rá, így kőből, de földből hamarabb megrakom azért. 10-15 kanállal? Hát, hát per kb. A köveket az a baj, hogy sok nagy kő van, az csak egyesével lehet fölvenni, ráforgatni az autóra, hogy billentés közben le is folyjon róla. Ja, szóval azt neked kell figyelni, hogy rakod meg. Igen. Hány éve csinálod, vagy hány éve dolgozol ilyen nehéz géppel? Hát még nem régóta, én még csak 24 éves vagyok, úgyhogy még fiatal vagyok. Hát itt a cégnél vagyok másfél éve, most szeptemberre lesz 2. Aha. Előtte ilyen kisebb gépekkel dolgoztam, ilyen kisebb földmunkákon. Azt nézem, hogy látod innen is mind a két lánctálpát, ha kilézel, akkor látod. Jaj, de beállunk valahova. És honnan tudod, hogy mennyit lehet rárakni? Ami ráfér. Csak azért úgy ne potyogjon le két oldalt, nehogy valaki mellett. És hova viszik? Sáncokra. Oda csak a szemetet hordjuk ki, van külön a földnek, a szemétnek.
Meg vagyunk! Oké! Okay. Ilyen hülyeséget azért nem tudom. Jó, ez kell ez nekünk, Bence? Nem tudom, sok ez a meló nekünk. Sok. Tibi. Kérdeztem Gergőt, mennyit tudsz rárakni? Hát ami ráfér. Na jó. Hát ott töri a követ! De úgy gurigázik vele, mint hogyha gyöngy lenne, nem? Mi erő van ebben? Hát durva, meg nagyon. Milyen szépen leteszi, érted? Ezzel köszönnénk el! Talán utolsó adásunk volt. Ezt ne csináljátok utánunk! Aktívan dolgozó bányagép hátulján ne álljál! Ne! Köszönjük az Axiálnak! Életünk utolsó napja csodálatos volt! És minden tiszteletünk ezekkel a gépekkel dolgozóké! Azt nézd meg! Ez Jacksonos, ez már Jacksonos öregen. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.